Volt egyszer egy nagyon rendszerető barátnőm, az is a katasztrófa. Tehát pont egy évet jártunk, valentin naptól valentin napig, ennek ez a rendje, azt mondja. Mindig pontosan 10% bóravalót hagyott, tehát ilyenekkel idegesített egy évig, jött a pincér, 1120 lesz, odaadta az 5000-est, 1232-ből kirek vissza. És ilyen Excel táblázatba vezette a szeretkezéseinket. Meg volt, hogy helyszín, dátum, meg hogy csak ő ment el, vagy mind a ketten elmentünk, vagy csak én, tehát ilyen 1-2x így vezette. Egyszer átnéztem ezt a táblázatot, egyetlen alkalom volt, amikor csak ő ment el, megnéztem a dátumot, otthon se voltam akkor. Mi történetet mondjuk nem tudom. De amit nem értek a lányoknál, hogy a lányokkal mindig kell sétálni, hogy ezt kiérti. Én nem találkoztam olyan lányal, neki lehet, hogy sétáljak el. Tehát van valaki a teremben, aki tudott járni ugye egy lányal egy hétig legalább, hogy nem kell, hogy sétáljon vele valahol. Ugye nincs ilyen, mindig kell sétálni. És fel sem tudsz készülni rá igazából, hogy mit tudom én, péntek este akkor sétálunk, valahogy egész héten készülsz rá, sétálunk. Nem. A legváratlanabb pillanatban neked szegezik a kérdést. Nem sétálunk egyet? És ember legyen a talpán, aki azt meri mondani, hogy nem. Próbáltam. Meguntál, nem szeretsz, megcsalsz, ki hogy hívják? Jó, bocsánat, akkor inkább sétáljunk, kész, pardon, menjünk inkább sétálni. Hova sétáljunk, mi a válasz? Akárhova. És elkezdődik az az idegölő sétálás, mentek akárhova. De ugye legalább egy moziban tudod, hogy a film meddig tart, mikor van vége, de sétálásra soha nem lehet tudni, mikor van vége. És ami a legidegölőbb, hiába mész egy kicsit gyorsabban, nem lesz hamarabb vége a sétálásnak. A világon az egyetlen dolog, amit ha gyorsabban csinálsz, nem lesz hamarabb vége. És meg se lehet kérdezni, hogy drágám, meddig sétálunk még? De mi a válasz? Unsz? De úgy kérdi, mint egy német hadvezér. Unsz? Mit unsz? Bocsánat, csak féltem, hogy mindjárt vége a sétálásnak. Mit mond? Milyen kedves vagy, hát akkor sétáljunk még egy darabig. Mi az, hogy darabig? Mondja, 10 perc, 20 perc, mennyi a darabig, mi az? Darabig, és amikor ott vagy a legnagyobb bizonytalanságban, mész akárhova egy darabig, akkor mindig eljön az a pillanat, amikor azt mondja neked a lány, mondjál valamit. Szerintem ez már sok. Egyezünk meg, ez már sok. Amikor vész valahova, valameddig, még mondjál valamit is, ez már szerintem sok. És én tudom, hogy a valami az nem akármi. Tehát nem lehet ilyet mondani, hogy nem ülünk be egy sörre valahova. Ez nem valami például, ez nem. Tudod mi a valami? Ilyenek a valamik. Hogy hallod, hogy susognak a fák. Na ez például egy valami. Tehát erre azt mondja, igen, és itt vége van, újabb valamit kell kitalálni. Hallod, hogy csikorognak a madarak, de ez nem jó, mert madár nem csikorog, hát akkor nyerít, drágám, csak haladjunk a rohadt sétálással. És amikor így ösztönösen elkezd egy kicsit gyorsabban menni, hát, ha hamarabb véget ér a sétálás, mit mond? Nem jól sétálsz. És akkor mi van? Megszólnak az emberek az utcán, nézd már, hogy sétál a másik a pancsert. Ennyit nem tud rendesen sétálni, se a nyomorék. És biztos vannak tényleg ilyen profi sétálók, akik így összeverődnek a parkokban, meg ilyen BMX-esek ugye, mutogatják egymásnak ki, hogy tud sétálni, mutogatják trükköket, lesik el egymást, ott, te hogyan kanyarodsz balra, jobb lábbal? Wow, vagy meg te nagyon vagát, tényleg. Milyen cseleket tudsz, minden? Ezt figyeld. Nagyon cuci, nagyon tudtú, tényleg kisebbek nézik, egyszer megnövök, én is így fogok sétálni. Köszönöm szépen. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.